Sziasztok, én Alex vagyok, és ma veledventsőzni fogunk Mr. Lenóval. Sziasztok! És ma a 15. résznél vagyunk, ha jól tudom. Na mindegy, mai rész igazából csak arról fog szólni, hogy be fogjuk fejezni a lakást. Ugye Lenó be fogja fejezni a kertet, meg a tetőt. Ugye én meg be fogom fejezni az EMI rendszert. Yeah. Szóval ezt fogjuk csinálni ebben a részben. Megpróbáljuk ezt minél gyorsabban. Mert ugye az EMI rendszert azt ugye nem egy olyan 5 perc befejezni, ugye ezt több részig majd fogjuk még csinálni, de így úgy fejezzük be, hogy lehessen már úgymond használni, úgy akarom befejezni. Na szóval akkor kell nekünk az Ender Eye-ból egy olyan dolog, hogy ugye EMI Conduit, ezt meg is keresem, Conduit. Itt is van ugye a Dense meg a Sima, nekünk a Sima kell. És akkor kell ez a Quartz Fiber, ami igazából hát, attól függ olcsó. Maximum a Nether Quartz Dust nem lesz olcsó, és jött egy vasút, szóval nagyon jó. Na mindegy. Igazából ez a Quartz meggondol elég drága, na mindegy. Kell nekünk ez a Crusher, és akkor ebbe berakunk Quartzot. És akkor kell még nekünk Certus Quartz, ami nálam van. Igen. Szóval igazából pontosan mi kéne, ugye kell üveg is, nem? Üveg. Igen, kell üveg is. És kell még nekünk ez a Fluix kristály, ami igazából elég, szerintem egy 16 maximum. Bárki tudja. Az a lényeg. Ezt nem lehet betanítani, szóval nagyon sokat kell csinálnunk. Mert ezt nem lehet sajnos betanítani, ugye ez ilyen dolog. Akkor végül is mennyit csináljak? Farmból. Elég van 4 hatot. Nagyjából. 6-ot. 6-ot, oké. Okay. Szerintem 2-t, és akkor nem kell majd utána később ebbe dolgozni. De várjál, ez Certus Quartz. Ja, hogy... Semmi hülye vagyok. Szóval azt lehetne csinálni, ami még olcsóbb lenne, hogy egyet berakni, és ugye azt EMC-zzük, és akkor minél előbb kész leszünk. Igen. Fa, az lehet kellene. Ups, egy darab, azt visszarakjuk. Jó, itt van, mennyi MC? 6, 32, és alapból meg 64, aha. Szóval, azt mondja, Certus Quartz. Oké. És akkor most már tudok csinálni ebbe egy csomót. Tudok 10-et csinálni, az 30. És akkor ebben meg tudok csinálni 8-at, azaz 32-t. És mi volt kevés? Üveg volt kevés, szóval csinálok még üveget. Ja. Nem abból volt kevés. Várjál. Ja, Fluix kristályból volt, hülyagyok. Nem akarom az összeset elhasználni, mert azért ez drága valamennyire. Egy gyémánt ára az a sok. Jó, van 64 és 32, azt szerintem bőven elég lesz. Na gyerekek, és azért nagyon jó ez a dolog. Ez a dolog azért nagyon jó. Mert most figyeljétek, látjátok, kettő kábelt lehet egy blokkon vezetni. Ez szerintem azért nagyon, de nagyon jó. Nem kell szenvedni igazából a kábelezéssel, meg ugye el lehet úgymond így rejteni, ahogy látjátok. Lehet egy kicsit drágább, mint a sima kábel, de őszintén szerintem nem. Annyira nem drágább. Most így, várjad elő. Ott van, ott a kábel, nézzek. Komoly. Szóval igazából kettő kábel tud egy blokkba menni, ugye az energikus kábel, és még az EMI kábel. De még lehet ugye az item kábelt is mondjuk, ami viszi az itemeket, tudod, mondjuk mint egy gyémántot, vagy bármi, tudod. Ha. Szóval ha jól tudom, 8 féle kábel lehet egy blokkba, ami ehhez szintén nagyon sok, nem? Hogy 8 fajta kábelt egy blokkba tudsz inni. Átlagban egy szokott lenni. Ha mindegy, igazából ennek örülök most így. Hogy így meg van csinálva, ez úgymond. Na mindegy. Szóval akkor ezt igazából be kell vezetnünk. Ugye ezt elcsesztem. Ups, és ezt is itt. Így. Na jó, ez és akkor... Ultimate első, ez nagyon komoly. Igen. Nagyon komoly. Az jó. Nekem nem csináltam olyat, mert nem tudom, nem kellett nekem legalábbis. Charger-t meg ide rakjuk igazából. És akkor, ja, az kapni fogja ott felülről. És akkor ennek már csak áram kéne.
Ezt hallottad? Mhm, komoly. Aztán egy tornádó lesz, nem mindegy. Itt az Energy Acceptor, ugye az Energy Acceptort szerintem fogom ezt lepakolnom csak ide. Oda legalábbis. Ez nehéz lesz, mert jó, így lesz. Így, oké. Okay. Megnézem, mi lesz belemegy ez. Oda. És akkor most már működik az EMI rendszer. Tökéletesen jó. Működik. Ha minden igaz, ja nem működik, mert még ugye itt nincs bevezetve. Akkor várjál. Még nincs olyan fakédünk, ami... Oké. Okay. Ja, de itt van nálam 5 darab. Azt szerintem elég lesz. És akkor elvileg már minden kábel normálisan össze van kötetve. Az egy darab fát, azt ott őszintén leszarom. Na mindegy, készek vagyunk igazából, szerintem már csak azt a kábelt be kellett vezetni, ugye, ami túlzottan nem sok munka egyáltalán, nem ugye, szóval igen, itt felvezetjük igazából, és akkor, ha jól tudom, ezek a kábelek nem tudnak csatlakozni dolgokhoz, tudtam már, lehet, hogy rosszul tudom, de én úgy tudom, ja, tudtam, nem lehet ezeket a kábeleket, szóval ezt más, úgy kell megoldanunk ezt, mert ez ugye kicsit bonyolultabb lesz. Kell egy sima kábel, egy ilyen kábel kell nekünk. Ugye egy, elveszem a hangot a játéknak, mert nem lehet szerintem semmit hallani, amit mondok, ki tudja. És akkor így már működik, ugye, de így meg az a baj, hogy ugye nincs elrejtve a kábel. Mert erre nem lehet ilyen blokkot rárakni. Hátjátok, nem lehet olyat rárakni. Szóval azt kell csinálnunk itt igazából, hogy el kell rejtenünk az EMI dolgokkal, EMI valami fallal. Köszönjük. Applied Energetics. Igazából és akkor kell nekünk innen az a blokk. Ó, bakker! Ajja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 jj
valamelyik. Melyik is kellett nekünk? Elfelejtettem. Nem találom, hogy hol van az a blokk, amit használtunk. Neki milyen fajta ez? Mely, hol van? Hol, nem találom. Ez az? Disorder Stone Plates. Szóval valahol itt lesz, nem? Nem. Vagy de? Hú, istenem. Ez a kábelstone. És hol van a stone? Stone az valahol itt lesz, nem? Itt valahol. Nem hinném, nem úgy látom legalábbis. De felbassz. Itt vannak, szóval a stone bricks, stone... Hát ugye az a neve mindig szünk, szóval ki kell derítenünk igazából. Ha így néz ki a blokk, akkor így nézne valahogy, azt a nagy követ kell ott keresni valamelyik blokkba. Ott van! Na akkor igazából de ugye az a recept mindenki... Jó, jajok. Na mindegy, akkor kell tinningot, vagy copper, és kell ez a nether quartz cutting knife, ugye. Szóval kell kettő stick, és akkor kell nekünk sima quartz itt már. Nem, azt hiszem, ez is jó. Ha jól tudtam, már így is jó. Nem, talán. Ups, nem ez. Ja, oda izéken. Elvileg így jónak, ja itt van. Na ez olcsóbb valamennyire, tudtam már, szóval ezzel már annyit tudunk igazából csinálni, hogy berakjuk ezt. És kell nekünk tin. De inkább hozok koppert, mert kopper olcsóbb, ugye? Spórolnunk kell. 6 darab. És akkor így. 18 az elég lesz szerintem. És akkor egy ilyet lecraftolok. Itt nem tudok, mert ugye nincs nálam. Úristen, mennyit van az inventorim. Most már nincs. Nézzük csak. Szóval 1, 2, 3, 4. Itt is van, oké, akkor ez kell nekünk. Kell nekünk stone még. Aján, nem kell több. Vagy de kell? Nem kell, jó. Hát akkor, de kell, jó, semmi. Majd én eldöntöm egyszer talán. Kéne itt még
Hol van itt? Na, vedd már elő. Igen, izé. Na, és akkor valahogy itt van, itt van. Itt is van, és akkor ide jövünk. Jó, megszoktam, itt vannak a gépek, semmi, akkor nem ide jövünk, hanem ide jövünk, és a painting machine, ami az utolsó, persze. Abba várjuk azt, és akkor kell még nekünk fekéd, ami itt van. És akkor ezt meg ide rakjuk. És akkor most már el fogja készíteni azt, ugye, ami oda legalulra kell. Meg is van. Így. És akkor most az a blokk az kell most nekem igazából. És akkor most már elvileg jó lesz. Ha minden igaz. Így. Így. Aha, nagyon faksza. Jó, kész is van. Ups. Jó, akkor ezt eddig kiverem. Na jó, de jó. Tök jó. Tök jó. Szép volt Alex. Oké, okay, 1, 2, 3, 4. És akkor itt megárakjuk ezt. Így. És akkor kész is van igazából, erre meg lehet, mert a sima blokk. És akkor ahogy látjátok, itt van a terminál. Ugye azért nem működik, tudtam, mert várjál. Nem kap áramot? Nem kap áramot. Mi? Lehet az a baja. De itt megkapja az áramot, akkor nem. Ja, jó. Most már kapja az áramot. Igen, kapja az áramot, szóval ide már lehet bármit rakni, ugye? Na lenne, ugye? Nézzek a nagy te... A nagy... Várj, még a lámpázást befejezem. Ja, oké. Okay. Szóval megvan a setup az MI rendszernek. Valamennyi igazából nem ilyen lesz pontosan a setupja, de... Egyenlőre igazából jó lesz. Szerintem. Ja, hát... Tök szép rendszer lett szerintem, igazából ilyen tök mini rendszer lett egyenlőre, ugye ezt majd bővíteni fogom, mert emi rendszert ezt nagyon szeretem bővíteni általában. Főleg, hogy annyi mindent tudsz ugye benne bővíteni, az még jobb ugye. Megint egy vasút. Na mindegy, majd el, majd megnézem, hogy te mit csinálsz addig. Hát, ahogy látom, már kész van valamennyi, mert csak itt a utolsót kell. Ja. Ez jól néz ki. Ilyen tök mini egyenlőre. De mondjuk, hogy lehet beletenni a dolgokat. Shift-tel csak belerakod, vagy simán belehúzod. Ha. Jó. És akkor nézd, ez a legjobb, hogy itt csak így belerakod kettőt. Vagy ez például, itt ugye van négy fajta ilyen, és akkor így belerakom, akkor négynek fogja számolni, hogy nem külön innen, külön... Ez ilyen, mint például itt. Mindig igazából külön helynek, na, nem tudom a szavakat már. Na szóval akkor, már lehet valamennyien belepakolni. Szerintem mindjárt elkezdhetjük a belepakolást, mert már ez valamennyien már szimpatikusabb megoldás, mint ugye eddig. Úgy lesznek a emi terminálok szerintem, hogy talán még ide is rakunk egyet. Ugye, hogy szerintem a reaktornál lesz a központ, vagy ne legyen ott, vagy inkább itt elő legyen. Mindegy, igazából a központ, az úgy értem a központot. Malapból négy fajta terminál van, ugye, az egy, jelenleg az egyik van csak meg, ugye. És akkor azt a mind a négyet, ugye mondjuk tároljuk vagy itt, vagy a nukleáris rend helynél, de szerintem inkább itt, mert ugye itt van az EMI dolgok. Szóval szerintem az jobb lenne. Na mindegy. Szóval itt nem tudom, hogy ezzel mi, hogy rejtsem el, mert ugye, ezt tudhatnám, mert ez már lehet látni, hogy mi lesz, így. És akkor ez már el van rejtve. És akkor itt is elrejtem valamennyire. Hát nem ennyire mondjuk. És akkor így már valamennyivel jobb. Így el van valamennyivel már rejtve. Ha mindegy. EMI rendszer az kész van. Akkor szerintem elkezdhetünk bepakolni, vagy valami ilyesmi. Ups. Nem tudok. Persze nem tudok kimenni ennyi adagot, nem lehetek azért. Na, jelsz még ezt a farmat itt. Ja, ott egy tornádó lesz. Mindig a bóceánnál lesz amúgy a tornádó. Például tudtam, a tornádók nem az óceánba készülnek, hanem a hurikánok. Na mindegy, mindegy. Minecraft logika, ugye? Red Dirt így csinálták, hogy Minecraftosabb legyen, tudod? Ha. Nézzük. Áramot kap mindjárt. Nézd. Ó, és áram. Azt a... És nézd.
Lassan nem lesz áram. Figyelj, 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 figyelj. Elég lassan örül neki ez a helyzet. Ja, kicsikét túl sok áramot adtunk, nem minden jó. Mindenki. Az a gáz, amikor elfogyunk áramba, és akkor így nem látunk semmit az a kezdet, és tudod, teli lesz creeperekkel, tudod? Így, ez egy kicsit ilyen Rage Time-on. Ez biztos. Ja, azért akarok minél több tárolót, mert hogy ha a nukleáris, nukleáris reaktor, hogy abba hagyná a termelést, vagy áramtermelést, akkor ugye még legyen ott a tárolókba, de figyelj amúgy, nagyon lassan fogy, figyelj! Gyere be a, gyere ide a nukleáris reaktorhoz. Nézd bele, és akkor nézd ott a energy buffert. Nézzük, hogy milyen lassan megy le az áram. Hát... Jó, jó, azért figyelj! Nem annyira lass. És még figyeld, hogy itt mennyi áramunk van. Elég sok áramot használunk. Nézd! Itt. Nem ott, hanem itt. Ott. Itt. És ezek, mi... És a kockák minél... Hát minél ugye világosabbak, annál több áram van benne. Szóval ha egyáltalán nem világosak, akkor lehet tudni, hogy oké, és nincs benne áram. Ez a menő bennük. Főleg amikor már tudod, a lila van. A lila az nagyon durva, mert tudod, ez a 50 milliós tágoló. Na álljatok. Akkor azt mondja, hogy az alapmasinák megvannak, ugye? Már csak automatizálni akarok, ugye? De az egy kicsit odébb lesz szerintem, meg itt ki kell ásni a szobákat hozzá. Szerintem akkor a tetőt csináljuk meg. Én szerintem őszintén legyen a tető fából. Nem tudom miből legyen, szerintem a redwood fából, ha lenne. Megmutatom ezt, hogyan nézek ki szerintem. Nem nézze annyira rosszul ki. Szerintem ne. Ne? Ne ebből a fából, hogyha fából, akkor valami másból. Ez nem nagyon megy a... ehhez, szerintem. Lehet, ja. Akkor... vannak még. Ups. Picsuk meg gyémekból. Haj, hülye gyerek. Az a baj, hogy már nincs olyan sok fajta blokk, amiből lehet. Van is, hogyha márványból lenne. Az melyik? Várjál, várjál, mert találok egy márványt. De. Ezt elmeteg itt át lehet tenni. Ha? Nézem, hogy ez nem néz ki olyan rosszul. A pillanat. Esetleg ezt lehet a... Várjál? Várjál csak! Kitaláltam, hogy lehet egy jó dizájnt. Na gyere! Melyikből? Hát... ez se lehet rossz, de én arra gondoltam, hogy esetleg azt lehetne, hogy ez lenne kívül, és akkor ez lenne belül, amit most fogok. Ott. És ezt nem tudom lerakni a kábelek miatt. Szóval magyarul úgy nézne, hát igen, így meg lehetne, és akkor magyarul még ott lenne ugye még egy ilyen, amit nem tudok lerakni, mert már nincs több belőle, de várj, gyorsan lerakom. Majd csinálok egyet. Ez miből kell? Stone-ból kell? Nem, kábelstone-ból. Nem, stone. Akkor az pont van nálam. Talán nem, itt van. Szóval így nézne ki. Annyira szerintem nem néz ki a rosszul. És a középen ugye ez a blokk lenne. Hát... Vagy lehetne simán ebből mindenhol, várjál. Vagy ebből mindenhol simán. Ezek szép lapos, látod? Szerintem még ez a legjobb. Ez? Akkor legyen így? Aha. Oh, oké. Okay. Akkor ebből csinálok sok fakédet. Csak egy, nem tudom, egy 60, 64-et szerintem, mert kurva sok kell ebből. Na, így, oké, okay, és akkor én addig csinálok ebből sokat. Visszateszem ide a kábelt.
Nem is lenne rossz dolog, mert akkor nekem nem lesz az, hogy egész ház creeperkkel tele lesz. Mindig segítek akkor kiásni a dolgokat. Tudod milyen csákán csinálok gyorsan? Aztán be ilyen szízem. Van ennél jobb? Persze, hogy van ennél jobb. Tényleg? Ilyen már azt mondod, lehet Azt lehet állítani, hogy milyen gyorsan bányásszon. 2 millió EMC-be kerül amúgy. De ha... kevés. Vagy van a másik, a egyre gyengébb, de az még erősebb, mint ez. Az egy 500 000. Ha... Ja, nem állja tornádot, mindegy. Szóval azt megcsinálom azt a 500 000-est, az úgyis az olcsóbb. Szóval kell nekünk egy Block of Diamond, kell egy Philipher Stone, kell egy Mobius Fuel, és kell egy Alchemical Coal, meg utána, oké. Ez könnyű. Philipher Stone az van nekünk. És azt hiszem... Igen, hogy kell csinálni azt az elrejtett blokkot? Azt a izé masinálnál kell. Hát itt van ez a blokk? Bakke, igen. Akkor ezt... Vagy teszem bele? Itt. Ennél masinálnál. Felső, középső, alsó. Felső, legfelső. Áh! Jó van. Ja, csak egyetlen egyet kell bele tenni. Jó van. Égesőt hallok. Már éppen mondani akartam. Ez már 8000 EMC. Ez jól sem betanítom. 1-2, há. Ja, ez a legnagyobb fiú vagyok. Jó, akkor 1-2-3-4. És kéne 1-2-3-4-5-6-7-8-9, ugye? Szóval így. Így. És akkor van egy Dark Matterünk, ugye? És az a neve az azt csináltak, hogy All That Matters. Szóval igen, na. Megvan a Dark Matter, na most akkor ebből kell 3, ami mindegyik 100 000 EMC, szóval kimegyek gyorsan Emerald blokkért. És akkor ebből már lesz sok. Ugye befejeztük a tetőt, lehetne átpakolni. Ja, csak kevés a hely még ugye tárolóknál a EMI rendszerbe, de... Mindegy, igazából, majd bővítjük úgyis. Na szóval megcsináltam ezt, és elegezd... Azta! Milyen hangja van ennek? Hol vagy? Ez ugyanolyan gyors, mint a másik szerintem. Ez ugyanolyan gyors, akkor szerintem a Red Matter-t fogom megcsinálni inkább. Na mindegy. Add már ide, kérlek. Tessék. De jó Isten. Kelljünk a Red Matter, ahhoz viszont kell a csákány, amit most odaadtam, szóval azt adod a pledge. Köszi. Na álljál akkor, Red Matter, szóval ehhez 3 darab kell még, oké, szóval 1-2-3. És akkor kell még nekünk Mobius Fuel, 1-2-3-4-5-6. És akkor megvan egy Red Matter. Ez már kurva drága, ez már 600 000, vagy 500 000 igazából. Szóval, jó. Mennyibe kell, na szóval akkor, várjál. Mennyi kell most ehhez? Ez 3 millió összesen, ez is 3 millió. Szóval akkor most kölcsön kell. Emerald blokk úgy se kell, nem? Az mind beégethetem, nem? Nyugodtan, mert nem hozom emerald felszereléseket. Azért mondom. Most kell ez a csákány, azt akkor, ja. Ups, egyel vissza, így. Oké, és akkor most, 1-2-3, ugye, és akkor ups, itt, és akkor itt. És akkor megvan a Red Matter pickaxe, ugye azt hiszem betanítottam a simát, lehet, hogy nem tanítottam be a másikat, de mindegy, igazából ez be van, szóval, és akkor ezt már, ez már kurva gyorsan tud bányászni, ja, ez már gyorsabban tud valamennyivel.
Szóval lehet ezzel kéne kiásni. Leno, tessék. Vigyázz vele, kurvára vigyázz vele. Nagyon kurvára nehéz vele ásni, attól hogy meg kell szokni. Te már kiástad? Ja, te már kiástad mindenhol. Már hát ott még lent nem, de... De négy próbált ki alul, ugye? Még várj, csak beteszek neki. Fel itt oldalt, ugye itt próbált ki. Szerintem nagyon gyors. De igen. Na, itt lent. Itt és jaj. Itt, és akkor itt oldalt, ugye, csak itt oldalt. Jó, ez gyors, ez. Vagy egy kicsit lehet ezen állítani, ja, kicsit add ide. User joined your channel. A videózunk. Oké, és vissza is jöttünk, csak valaki bejött TS-re. Na, igazából akkor ez a csákány, ja, ilyen nagyon gyors. Ugye így nem annyira gyors, de így ha beállítod, hogy gyors legyen, ugye így már gyorsabb. Ugye, és akkor ez a leggyorsabb csákány, tudtommal az egész játékban most jelenleg. Szerintem legalábbis ez a leggyorsabb. Szerintem, sőt, biztos. Ezt igen, ezt még gyorsan itt kiássuk. Te akkor cserélheted a tetőt. Úgy jó van. Szóval nem minden ugye blokkot ugyanolyan gyorsan ásik ki persze. De jobban, szerintem ez egy kicsikét gyorsabb, mint a facsákány. Az biztos. Szóval ez igen. Ezt kitöltni minden blokkot. A facsákány. Ja, igen. Igen, bocs. Kérkenyezést. Így, és így már jó. Hát itt is kész vagy, ott még ott, így. Oké, és akkor ez a szoba még nincs annyira kész, szóval ezt így gyorsan befejezem. Haj, fuhuhu. Így, né. Azért ez sem lassú csákány. Hát nem azt mondom, hogy lassú, de ez a leggyorsabb most jelenleg a játékban. Ha jól tudom most, ja, csak ez a leggyorsabb, nem tudom annyira. Beírom, hogy pickaxe, szerintem nincs ennél gyorsabb. Ja de, ugye ebben a módból van, de az nem csákány, ez egy olyan eszköz, ami balta, ásó és csákány. Az viszont 8 millió EMC. Jó, akkor az még várjuk egy kicsit, jó? Hát igen, először kellene ezek a EMC kollektorok, tudod, amik termelik az EMC-t. És akkor berakni egy chunk loadert, és akkor mondjuk párszor úgy hagynánk a szervert. És amikor nem vagyunk fent, hogy addig termeli az áramot. Ugye addig én elkezdem akkor én is padlózni, igen. Tehát tetőzni a tetőt. Hogy lehet, hogy neked inkább az EMI rendszert kéne fejlesztened. Nem tudom most mivel fejleszteni, az a baj, ezt inkább a következő részbe kezdem. Nem tudok ebben a részben semmi jól elkezdeni, ami bármilyen kis dolgot, mert az a baj, hogy mindegyik dolog EMC-be az nagyon ilyen sokat kell kraftolni sajnos, ilyen. Ja. Ilyen egy mód igazából. Miért adja ezt ide? De ez kb. Összomból kell, ja? Jó, mi vagyok. Nekem van egy csomó adag. Nem, beégettem azt azért. Yeah. Ez mennyit bír? Ez mennyit bír? Nem tudom. FM plusz H, ups. Aha, szóval 500-at. Ja, de ezt nem tudom ezt, hogy kapik, na mindegy. Így már jó. Na. Akkor elkezdem igazából itt a dolgot, én addig visszarakom ezeket. Ezek nem kellnek egyenlős nekem. Csak ez kell. Így né. Na és akkor kezdem, itt megcsinálom. Ennyi elég lesz amúgy, amit csinálták el beleknek? Nem tudom. Ja, jó. Ja, kicsit már amúgy a tető szebb.
Ez biztos. Itt egy kicsit sötét van, én azt vettem észre, mindegy, akkor rakom meg ide még egy villanyt. Megy akkor egy dolog. Meg itt még ki kéne ásni. Ez a csákány csak akkor szarom ugye ásni, nagyon szaregéred van, tudod, hogy mondjuk duplászok, ki kell pászol. Akkor fel tud baszni ez a csákát, például nekem még olyan egérem volt. Na, azt jelenti, ja. Na itt ez viszont jó lesz kiásni, mert kicsit ez magasabb van, na mindegy. Ja, hiszem ezzel kéne. Azt hattam, hogy ész, hogy a kábel viszont több idő kiásni, de sima kült. Így néz ki, ups. Lehet ez a fa ajtót ki kéne csinálni, mert kicsit hülyén néz ki. Majd cseréljük egy vas ajtóra. Hát door, milyen fajta ajtók vannak? Lehet itt van valami különleges ajtó, mondjuk. Van ez az ajtó, de ez drágább, tudtommal. Ez iron plate, lead plate. Anya, nem drága ez az ajtó se. Mert ez az Industrial Craft 2-ből, az IC2-ből, azaz. Szóval ezt szerintem gyorsan megcsinálom, ez még menőn is néz neki. Bejárati ajtónak. Jó, nem. Na, azt mondja, hogy wood. Így. És akkor kéne nekünk, mi kéne? Lead, meg, oké. És akkor lead. Lead az nincs. Lead az hol van még? Jaj. Ez nem az. Ez az. Na. Ennyi viszont nem lesz. De vagy elég lesz? Elég lesz szerintem. Elég kéne, hogy legyen. És akkor ebből még hatot. És akkor három ide. Így. Oké. Így. És akkor az ajtó szerintem... Hát... Kicsikét sötétebb, mint a többi izét, de szerintem úgy jól néz ki. Nem tudom, de én nem tudok bejönni viszont. Kösz. Szerintem, hogy nagyon pressure plate most annyira nem tudnak bejönni őszintén a lakásra, szerintem így. Főleg, ha ki van világítva mindenhol, szóval oda is szerintem rakhatunk egy pressure plate-et. Jó van. Szóval csinálj gyorsan. Stone. Vagy nincs olyan más pressure plate, amit nem tudnak a mobok kinyitni? Szerintem obsidian pressure plate, nem tudom, beraktam ebbe azt a módot. Mert az a mód az csak egy blokkot hozza, az obsidian pressure plate-et, amire nem tudnak rálépni. Persze, hogy nem adtam hozzá. Amikor jó lenne nekünk, akkor persze, hogy nincs bent, de amikor meg fölösleges lenne, akkor meg bent van. És ha bejön egy plate... Ott van! Obsi plate, ez a anyád milyen drága. Nem drága, csak kettő obsidian vagyok. Obsidian, nem, akkor obsidian nincs. Jó, fú, de felbassz, hogy azt se tudom. Hol van obsidian? Ugye van még tartalékba? Teljesen biztos, hogy van még. Még be is kell tanítani, nehogy az legyen, hogy egyszer. Ó, itt van kettő, vagy 12. Van még Ruby. Ezt berakjuk. Ups. Így. Oké. Okay. És ez ilyen faszántosan néz ki. Se ilyen... Shouted, az mi? Na mindegy. Ez egy láthatatlanabb vagy? Ja, van izé halk is, ami nem ad ki hangot, ugye? Ez nem kell amúgy. Nem kell. Maximum multiplayer szerven gondolom találták azt ki. Vagy izé, hogy nehogy az legyen, hogy mi a... Ne meghallják messzire, vagy valami. Aha. Négy, igazából ennyi volt szerintem ez a rész. Nem csináltunk túl sok mindent, úgymond. De legalább a ház kész van. Hát nem teljesen, még nincs kész. Ja, nagyjából kész van. Szóval, majd a következő részben akkor találkozunk. Itt volt van a Mr. Leno.
Sziasztok! És akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok!